280 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a nemrég elfogadott nemzeti vízstratégiára. Ebből 60 milliárd forintot fordítanak a felső Tisza vidékre, többek között a gátrendszer hosszabbítására és az aszályos időszakokra való felkészülésre. A kvasai jenő terv, a nemzeti vízstratégia, a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A vízstratégia a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célokat jelöli ki, és ezek eléréséhez olyan intézkedéseket tartalmaz, amely óvja a vizek állapotát és észszerűsíti felhasználását. A klímaváltozás kapcsán a világot fenyegető vízválság, hazánkat is érintheti, ennek már megmutatkozó jelei is vannak. A hirtelen lehulló nagy csapadékos időszakokban a vízkezeléssel, az aszályos időben pedig öntözéssel lehet korszerűen gazdálkodni a vízzel. A stratégia különösen fontosnak tartja a természetes folyóvizek védelmét, a mezőgazdaság vonatkozásában a természeti adottságokhoz jobban igazodó tájgazdálkodás megvalósulását. A kvassai jenő terv összhangban van a nemzeti környezet védelmi programmal és a fenntartható fejlődéssel. A víz stratégia vízfelhasználásra vonatkozó ajánlásokat is megfogalmaz a települések és az intézmények számára. A hosszú távú célok között szerepel a kockázat megelőző vízkár a minőségi vízi közműszolgáltatás. 280 milliárd forintnyi uniós támogatás ad lehetőséget mindenre, amelyből 60 milliárd a felső Tisza vidékére juthat. Köszöntöm a stúdióban Kató Sándort, a Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnökét. Jó estét kívánni! Köszönjük csak a a nézőket! E, vegyük akkor végig, hogy mi is ennek a nemzeti vízstratégiának, mik a főbb sarokkövei, mik a főbb célkitűzések. Alapvetően tehát a kormány elfogadta a nemzeti vízstratégiát, ami a mai kornak a kihívásaira próbál megfelelni. Ez a stratégia foglalkozik egyrészt a vízkár kérdéskörével, talán a legszélesebb körben ez a terület ismert. Itt az árvízvédelem, a belvízvédelem, és hát bizony most a legutolsó vagy legújabb időszakban a, a szájkár elhajtás kérdésköre az, ami egyre jobban előtérbe került. De ezek mellett a települési vízgazdálkodás témaköre is nagyon fontos. Egyértelműen a települési ellátás, itt az ivóvízellátás, és a szennyvizelhelyezés témaköré az, amiköré csoportosul a stratégiának egy fő fejezete. És hát nagyon fontos az, hogy szintén a települések témakörénél maradva a belterületi csapadékvíz elvezetés témájában a víznek a helyben tartása, a késletetett levezetése szintén egy sarkalatos terület, amivel foglalkozik a stratégia. Emellett természetesen az oktatás témaköre, a, egy szélesebb körben a, az érdekelteknek a bevonása, egyfajta párbeszédnek a kialakítása a tervezések kapcsán, és hát akár az intézményfejlesztésről a vizes szervezetek intézményfejlesztését is tartalmazza maga a Kvasai Jenő terv. Miért volt egyáltalán szükség egy ilyen nemzeti vízstratégia kidolgozására? Hát alapvetően változtak a kihívások. Szélsőségessé vált az időjárás, egyre jobban érezhetjük a bőrünkön, egyre hosszabb időszakokban tapasztalható, most már vízmentes, főképpen csapadékvízmentes időszak, több a száraz napoknak a száma, és elsődlegesen nekünk nagyon fontos az, hogy miután mi egy szolgáltató szervezet vagyunk, mi kiszolgáljuk az igénylőket, a víz iránt érdeklődőket, őket így a gazdálkodókat, vagy adott esetben a ipari üzemeket, akik felhasználják ezt a vízkészletet. Tehát nekünk ezen csökkenő készletekkel kell egyre jobban, egyre hatékonyabban gazdálkodni. Ez alapvetően a vízgazdálkodásnak, a vízgyűjtőgazdálkodásnak a fő területe. Alapvetően a mennyiséget és a minőséget kell megfelelő szinten tartanunk. Meglehetősen széles körül, tehát ez a feladatkör, amit tartalmaz ez a stratégia, rövid és hosszú távon is az is elhangzott, hogy széles körű együttműködésre van szükség ennek a stratégiának a, a, végrehajtásához, a vízügyi igazgatóságnak, ki mindenkivel kell együttműködnie ezen a területen. É. Nagyon sok együttműködő partnerünk van, alapvetően ők a megbízóink. Tehát egyik oldalról, a, akik legnagyobb mértékben használják a vizet, ezek a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, az ő irányukba kell megfelelő mennyiség és megfelelő minőségi öntözővizet szolgáltatnunk. Ugyanúgy a mezőgazdaság területén lehet megemlíteni a halgazdálkodókat, hiszen ők is nagy mértékű vízfelhasználók, de akár a víziközmű szolgáltatók, hiszen Főképpen itt a megyében a felszín alatti vizek azok, amelyek igénybevételre kerülnek, tehát több tízezer köbméteres éves vízkitermelés történik például a felszín alatti. Most még azt mondjuk, hogy védett réteg vizekből, hiszen innen történik a kommunális vízellátás, sőt az ipari vízellátásnak egy jó része is de emellett meg lehet említeni például a vízkerállítás területén azokat a szervezeteket, akikkel együtt kell dolgoznunk például vízkárok idején. Ilyenek lehetnek például a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, akikkel együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk. Minden évben ezeket a megállapodásokat rendszeresen kiértékeljük, ha szükséges, megújítjuk, és ezt mindezt annak érdekében tesszük, hogy minél színvonalasabb munkát tudjunk végezni. Hol vannak hiányosságok, ha a nemzeti vízstratégiát veszük figyelembe a jelenlegi helyzetben? Alapvetően több területet is meg lehet említeni. Az első és talán a legfontosabb. Jól tudjuk, hogy Magyarország alvízi ország, és mind a vizeknek a jó része, legalább 85% a külföldről érkezik. Ebből a adottságból kifolyólag egyrészt a vizek mennyiségére viszonylag kevesebb a ráhatásunk, hiszen a felvízi országok, hogyha visszatartják a vízkészleteket, betározzák, energetikai célokra felhasználják, akkor egyre kevesebb vízmennyiség érkezik ide az országból. Ezeket a határvízi tárgyalásokon természetesen megpróbáljuk megfelelő mederben tartani ezeket a kérdéseket, és hát a víz minősége az, ami szintén befolyásoló tényező, hiszen jól tudjuk azt, hogy itt a, például a Felső Tisza vízgyűjtőjén, külföldi vízgyűjtőjén hamaradunk, a bánya tevékenység kapcsán viszonylag sok szennyezésről lehetett beszámolni, hogyha például a 2000-es cián és nehéz fémszennyezésről beszélünk, vagy 2008-ban szintén egy nehéz fémszennyezés következett be, de 2004 óta szinte majdnem, hogy folyamatos a kommunális hulladékszennyezés, de előfordult olajszennyezés, egyéb szerves anyagnak a vízbekerülése, ami károsan befolyásolja a vizeknek a minőségét. Tehát ezek azok a főbb stratégiai kérdések, amelyeket folyamatosan a felszínen kell Tartani, és erről beszélni kell. És akkor mindjárt kiderül, hogy az együttműködés nem csak határon belüli, hanem nemzetközi együttműködésről is beszélhet. Természetesen is ezeket egyezmények szabályozzák, ezeknek az együttműködéseknek a kereteit. Mik azok a fejlesztések, amik várhatóak a középtávú programban? A Kvasai megfogalmazta a fő irányokat, mely témákban kell itt a fejlesztéseket végrehajtani, ezeket pedig itt a Környezet és Energia Hatékonyság Operatív Programnak a forrásaira alapozva apró pénze kellett váltani. Itt elhangzott, hogy megyénkben, vagy itt a Felső Tisza vidékén több mint 60 milliárd forint az, ami rendelkezésre áll a fejlesztésekre ezeknek a jó része, nagyobbik része, hiszen itt a feladat is jóval nagyobb, főképpen a víztöbletek kivédésére szolgálnak, tehát az ár és belvizeknek a megfelelő szintű kezelésére. Itt összességében három olyan nagyobb projektet lehet megemlíteni, ami összességében egy 55,5 milliárd forint nagyságrendet tesz ki. Itt meg fog valósulni több mint 33 km hozban a töltéseknek a előjét szinte való kiépítése, és hát megépül egy újabb tározó a térségünkben, a Tiszatúr torkolatánál, egy összességében 45 millió köbméter vízbefogadására alkalmas tározó, és bár nem nálunk szerepel, nem az igazgatóságnál és az Országos Vízi Főigazgatóság a gazdája egy következő projektnek, ami a Kisartivadar között lévő közúti hídnak a megújítását szolgálja, de ez is részben vízügyi célokat szolgál. Hát alapvetően, miután ennek a hídnak a szerkezete már túlságosan alacsony, meghaladják az árvizek szintjei, ezért mindenféleképpen a vízügyi ágazat is beszállt ennek a hídnak a megújításának a témakörébe, és itt is kell, hogy részt vegyünk és közreműködjünk abban, hogy itt egy új híd valósuljon meg. Belvizes oldalról szerényebb a mérték, de itt is nagyon fontos beruházások fognak tudni megvalósulni. Elsődlegesen szó esett itt a vízgazdálkodásról, a tájgazdálkodásról, a beregi térségben a elkövetkező egy-két héten belül el fognak indulni a munkagépek és a beregi tájgazdálkodási projektnek a megvalósítása lesz a fő céljuk. Itt a már megvalósult beregi árapasztó tározó területén belül és azon kívül a beregi belvízrendszerben valósulnak megkotási munkálatok, vízkormányzó létesítményeknek a megújítása, mélyfekvésű részekhez juthatnak el a, a vizek, ehhez szükséges vízpótló létesítmények valósul, valósulnak meg a Tisza mentén, és hát a lúnyai fiók tározónak a megfelelő vízellátása is témája lesz ennek a projektnek. Kató Sándor, fogunk még erről beszélni, azt gondolom, mert lesz miről. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen én is.